Sziasztok! Az utóbbi időben sajnos ritkábban van alkalmam videókat csinálni nektek, de a Halloween-t akkor sem hagyhattam ki. Minden évben ezek a tematikus videók szoktak lenni a kedvenceim, mert egyébként is nagyon szeretem a Halloween-t. Úgyhogy ebben a videóban a Black Widow, azaz Fekete Özvegy nevű elemet fogom megmutatni nektek, vágjunk is bele! Ehhez az elemhez forgórudat használtam, mert nekem abszolút nem volt kényelmes statikus rudon megcsinálni, de nyugodtan próbálkozhattok vele mindkét variációban. Egy bicskával fogunk indulni, amiből külső tért hajlatakasztást csinálunk. Innen a belső kézzel le fogunk fogni inverse fogásba, eltoljuk magunkat a rúdtól, és a szabadon lévő lábunkat be fogjuk támasztani a sarkunknál nyújtott térddel. Ezután a belső kézzel vissza fogunk fogni a térdakasztásunk alá, minél magasabbra és nyújtott könyökkel. Ezután a külső kezet átfogjuk a belső kezünk alá egy csészefogásba. Ha itt stabilan tart a két kéz, és megfelelően megtapadt a lábszárunk is a rúdon, akkor a térdakasztást ki fogjuk engedni, és nyújtott térddel magunkra húzzuk a felüllévő lábat, amennyire hajlékonyságunk engedi. Ezután vissza fogunk akasztani tért hajlatba, és visszajövünk az elemből. Én most egy olyan lejövetelt választottam, ahol mind a két kézzel a térdakasztás fölé fogtam, és így engedtem magam vissza a talajra. Ha önmagában már magabiztosan megvan ez az elem, akkor mehet bele kombinációba, ehhez mutatok nektek egy példát. Ezt a kombinációt a Black Widow-val indítottam. A visszaakasztás után egy magnólia variációt csináltam, ahol a külső kezet átfogtam az alul lévő lábam mögé. A magnólia után a külső kézzel felfogtam a térdakasztás fölé, és egy márlispárgával mentem tovább. A márlispárgából béka következett, amiből elengedtem a felső kezet és lenyújtóztam. Ezután a külső kézzel is a térdakasztás alá fogtam be, és leengedtem magam egy breast monkeyba, a breast monkeyból pedig visszajöttem a talajra. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai videót, remélem, hogy tetszett és hasznos volt számotokra. Ha így volt, akkor nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel, ha nem szeretnétek lemaradni a következőről sem. Vidám Halloween-t kívánok, sziasztok!